Másodszor indul a kerület a Magyarország legszebb konyhakertje pályázaton. Vendégünk Kirné Fejt Ágnes, környezetvédelmi csoportvezető. Üdvözlöm! Köszöntöm a kedves nézőket! Szóval másodszor indultunk. Tavaly a kerületnek, a kerületi versenyzőknek milyen sikereket sikerült elérniük ezen a pályázaton? Tavaly nagyon nagy sikert értünk el. Egy országos díjat kapott az egyik kerületi lakó, amit Fazekas Sándor földművelési miniszter úrtól vehetett át, illetve két országos külön díjat is kaptunk. Azon kívül, hogy ilyen jó eredmény született, mi volt a tapasztalat, mennyire nagy lelkesedés fűződött ez a kezdeményezéshez? Tavaly már 28-an jelentkeztek, de az idén még nagyobb az érdeklődés, már sokan telefonálnak, hogy mikor írjuk ki, tehát én bízunk benne, még több pályázónk lesz. Ugye tavaly is úgy volt, ha jól emlékszem, hogy a konyhakertek mellett ugye balkonkertekkel is lehetett pályázni, talán fűszerkertekkel is. Azt van ilyen tapasztalat, hogy honnan a nagyobb az érdeklődés? Tehát inkább a balkonosok, vagy inkább a kertesek azok, akik szívesen vesznek ebben részt? Hát inkább a kertesek vesznek részt a versenyben, de ezek között a minikert is, tehát az 50 négyzetméter alatti kis kerttel is, illetve nagyon sok nagyobb konyhakertet pályáztak, illetve volt olyan is, hogy például vegyes kategóriában is, ahol gyümölcsös, szőlő is van, illetve konyhakert is olyan pályázóink voltak. Ebben az évben viszont indul egy új kategóriánk is, ami a közösségi részvételt segíti elő, tehát civilek, közösségek, akár intézmények, óvodák, iskolák is pályázhatnak a konyhakertjükkel. Az azt jelenti, hogy akár a közösségi kertesek is beszállhatnak ebben, vagy ez egy teljesen másik dolognak számít? A közösségi kert is pályázhat, tehát ugye a lakatos telepen tavaly létesült egy közösségi kert, nagyon várjuk az ő pályázatokat is. Ugye konyhakertekről van szó, mi a tapasztalat, mivel neveznek a legszívesebben az emberek? Mi az, ami a kertben található egy ilyen versenyen? Hát nagyon sokféle konyhakerti növény van, zöldségnövény. Ugye a feltételi balkonon három, a kertekben ötféle konyhakerti növény legyen, ezen kívül kellenek fűszernövények, gyógynövények. Ez nagyon fontos az is, hogy a biológiai módszerekkel termesszék a növényeket, tehát gyűjtsék az esővizet, komposztáljanak, legyenek madáretetők, illetve a régi hagyományos praktikákat is elevenítsék föl. Tehát akkor kvázi egy ilyen biotechnológiás megoldás az, ami előnyre jött ilyenkor. Akkor nézzük át még egyszer, hogy milyen kategóriák vannak idén. Ugye már részben érintettük, de akkor mondjuk el, hogy mivel lehet nevezni. Ugye ezt már mondtuk, hogy újdonságnak számít ugye az, hogy most már közösségek is nevezhetnek, és tehát, akkor a hagyományosak. Tehát április 30-ig lehet jelentkezni, egy jelentési lap kitöltése ugye a honlapon vagy ügyfélszolgálati irodákon megtalálható. Nevezési kategóriák a balkon, a minikert, ami 10 és 50 négyzetméter közötti, normál kert 50 négyzetméter feletti, és zárt kertben a zöldséges kert, a gyümölcsös kert, a vegyes kert, és ugye a közösségi kert, ami új kategória. Tehát akkor április 30-ig lehet ugye a formában. És mikor lesz a zsűrizés ennek, mikorra várható? A zsűrizés május 1 és augusztus 15 között lesz. Két alkalommal fogják a környezetvédelmi csoport munkatársai végigjárni a területeket, és utána ezt követően lesz majd a díjkiosztás az országos, várhatóan december folyamán. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm a lehetőséget.